Az advent, ugye az a várakozás, a készülődés időszaka, és hogy az első gyertyát már múlt héten meggyújtottuk, hogy az arról szól, hogy ugye a hitről, a második gyertya most a reményről, a harmadik az örömről, és a negyedik a szeretetről. Tehát most az előttünk álló időben, illetve amit magunk mögött hagytunk, bőven van olyan esemény, ami ezt az adventet még fontosabbá, még meghittebbé, illetve a heti gyertyagyújtásokhoz kapcsolódó eseményeket kiemeltebbé teheti. Ezzel a gondolattal kezdte ünnepi köszöntőjét Süli János december 4-én a Csengei Dénes Kulturális Központban tartott adventi rendezvényen az országgyűlési képviselő kiemelte, napjainkban a remény most még hangsúlyosabb jelentéssel bír, mint eddig bármikor. Éljünk azzal a lehetőséggel is, hogy ebben az időszakban mások reményét is tudjuk táplálni, föltartani, és ez a közös remény fog elvezetni bennünket ahhoz, hogy meg lesz az az öröm és szeretet ünnep, amit mindig karácsonykor várunk. Úgyhogy én kívánok önöknek áldott adventi ünnepeket, a reményünket ne veszítsük el soha, és jó egészséget kívánok mindenkinek, és a karácsonyi ünnepekhez pedig sok boldogságot és szeretetet mindnyájuknak. A beszédet követően Süli János meggyújtotta az adventi koszorú második gyertyáját, amely a reményt jelképezi. A bronzvasárnap azt szimbolizálja, amikor az Úr reményt ébresztett a zsidóságban, hogy eljön a messiás, aki közülük való lesz. Az adventi udvar keretében nem csak bel, hanem kültéren is helyi árusok termékei között válogathattak az érdeklődők. A szervezők ez alkalommal mézes kalács készítő workshoppal is készültek. Én egy 3D-s fenyőfás asztaldíszt hoztam, amit a kicsik és a nagyok egyaránt maguk készítik el. Én hoztam hozzá natúr lesütött mézes kalácsot, az írómázat és némi díszítő elemet, szórott cukrokat, dekorgyöngyöket, és ezt készítik ők el önállóan. Az est fellépője a Dirty Sleepers zenekar volt. Az adventi programok az Atomerőmű Nyugdíjas Klub kórusának műsorával folytatódnak december 8-án csütörtökön.